Jó reggelt, Vietnám! Csácsú mi? Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Hát többen írtátok, hogy igen, szeretnétek ebből egy sorozatot, úgyhogy én meghajlok az akaratotok előtt, meg hát igazából én is nagyon-nagyon várom, hogy már csapassam neki gyerekek. Még három darab oktató részt csináltam meg. Aj, bassza, nagyon komoly! És várjatok, még annyit akartam mondani, hogy igen, képzeljétek, van magyar nyelv, ebben a játékban, hát nem hiszed el, bassza. 6%-át csináltuk meg még csak az oktatóanyagnak, köcsém, nagyon kemény. Csapjuk neki, mindenképpen mit kell csinálni? Gépekkel kapcsolatban van még 5 darab. Eltanús, mi ez? T-kategóriás jogosítványt. Autopilot használható, igazán pihentető lehet, csak megadod az útviszélet, a többi pedig az autopilot elvégzi. Ebben a részben megtanulhatod, hogyan használod az autopilotot. Nem bírom ki, ez annyira jó ez a játék, és még magyarosítás is van hozzá. Nem tudom, tényleg még mindig nem tudom, hogy ilyenkor halljátok el a hangom, vagy nem akar, vagy valami csoda. Ez a játék, ez engem nagyon lenyűgözött, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ezért ebbe, de kár egyébként. Látjátok, az a baj egyébként, hogy ugye ez a játék, amiatt, mivel a Farming Simulator, hát, hogy mondjam, annyira így básta magát a köztudatba, meg még ráadásul ugye rengeteg mód is van hozzá, modification. Emiatt, mi ez? A járműveidben lehetőség van az autopilot használatára. Az autopilot navigálja a járművet a térképe beállított ponthoz föl és mellékutak mentén halad, betartva a sebességkorlátozást. Mi van? Hallod? Ilyen van ebben a játékban? Na erre rohadt kíváncsi vagyok. Nem hiszed el, hallod? Nem hiszed el. Kezdés. És figyeld itt. Először meg kell adnunk a rendeltetési helyet. Ezt megteheted a bal alsó részen található kis térképen is, és a térkép teljes verzióján is. Ja, itt is tudok megadni, bazd, nem hiszed el. Várjál, hogy kell az egész térképet? F2, mi ez? Aha, igen, használ előre, hátra, bal, futás teljesen jó, ez nem azt akartam. Hogy lehet a mapot előhozni? M-mel. Kurzor segítségével beállíthatsz egy célállomást a térképen, amely a navigációs utat kék vonallal jeleníti meg. Először aktívak. Oké. Hova kell? Ne szórakozzál. Hol vagyunk egyáltalán? Ekkora rohadt nagy térkép van. Hol vagyunk? Azt honnan tudom, hogy hol vagyunk? Várjál. Visszamegyek. Elvileg itt van egy ilyen. Aha, ott vagyunk. Figyelj, hova menjen a traktorunk? Nem mondod, hogy a földutakat mindent használ. Figyelj, ide. Hogy kell? Jobb gomb. Aha. És zárd be a térképet. Amint aktiválod az autopilotot, megadott útpontig, hajt. Az autopilot beindítja a motort, oldja a rögzítőféket, és szükség esetén az összes csatlakoztatott gépet szállítási helyzetbe helyezi. Tehát, hogy ki van nyitva meg minden, az se kell szarakodnod, baze! Nem mondod! Nem én vezetem, gyerekek! És betartja a sebességhatárokat, és hogyha van rajtunk bármilyen eszköz, akkor azt összecsukja meg, mindent megcsinál. Figyelj, de elsőbségadás kötelező tábla, okosba érted? Menj az anya... Nem hiszem el, gyerekek, hogy ez a játék, ez miért nem lett nagyobb siker? Én ezzel akarok játszani. Hát ez örült jó. Differenciál zár van benne. Összkerékhajtást tudsz kapcsolni, mindent tudsz kapcsolni. Mindent tudsz működtetni. Figyeld, így tudod kapcsolgatni a dolgokat. Figyelj, és milyen szépen vezeti a gépet, nem össze-vissza ugrálva. Forgalom az lehet, hogy nincs bekapcsolva még, de annak is tudod mesterséges intelligenciát állítani. Egyébként olyat lehetett állítani, hogy most átállítottam annyit a nehézségi fokozatoknál, egy csomó mindent tudsz állítani, és annyit csináltam, hogy hogy elvileg a fizikát azt felállítottam full realisztikusra, eddig árkádom volt, gyerekek. Figyelj, és kimegy oda, bazze. Kimegy oda. És a fákat kikerüli mindent? Na, hogyha a fákat is kikerüli... Figyelj, érzékeli a fákat azért. Hol van ehhez képest a Farming Simulator mesterséges intelligenciája? Azok a járművek, amik mennek, mint a vonat.
És ott állnak meg mellett előtted 1 méterre. Figyeld, bassza, ide jött. Gyerekek, nem tudom elmondani, hogy ez mekkora öröm, hogy ezek miért nincsenek farmingba. Tudom, egyébként van follow mód, meg mindenféle beállíthatod, hogy majd menjen, de basz, ez semmihez képest. Ez semmi. Következő bemutató, sebességtartó automatika. Öcsém. T-kategóriás jogsit kell szerezni meg. Szarsz, basz meg. Nem tudom elhinni, komolyan. Nem tudom ezt elhinni. Nem tudom elhinni, hogy ez létezik ez a játék ilyen formában, hogy ilyen feature-ek vannak benne. Na, a sebességtartó automatika segítségével beállíthatod a gép számára a kívánt sebességet, amely ezután az automatika tart be. Ez rendkívül hasznos mind közúti közlekedéshez, mind pedig a terep bevégzett munkához. Jó, oké, én hiszek neked. Aktiváld a sebesség automatik T gombbal. 3 szintje van, azt írja. Az első az optimális munkasebesség, ha munkagéppel dolgozol a mezőn. Na T. Oké. És ugye így, én veletek. Igen, T az gyorsabb, mint az első, jelenleg vált a sebesség, mert kék nyíl jelzi. Aha, sebességmérőn két nyíl jelzi. Oké. Okay. Harmadik szintje a legmagasabb, ez ideális, közúti közlekedéshez. Jó. Állj! Jó. Ennyi is volt. Jó, ez ennyi volt. Ez nem volt egy nagy eresztés. Terepi irányító rendszer FGS 1-es. Picsidát! Terepi irányító. Figyeljetek, azon gondolkozok, hogy ez körülbelül az a szint, mint hogy ezt kopizta volna a Farming Simulator egy sokkal gagyibb verzióval. Field Guidance System, egy párhuzamos vezérlőrendszer, amely segít a földterületen a lehető legegyenesebben haladni. Számos beállítási lehetőséggel rendelkezik, így mindig a terephez és a feladathoz igazítható. Nyisd meg az... ezt a menüt. Mi a fasz? Mi ez? Kiemelt gomba, be is kikapcsolható a terepirányító rendszer. Ez nagyon jó, mi ez? Fordulás balra, fordulás... Aha. Jó, oké. Okay. Munkaszélesség, hát ez konkrétan ez olyan, ez jó. Oké, okay, bekapcsoltam. Sorok még nem jelennek meg, mert a megjelenést még mindig iraktív. Kapcsolt be a szemgombbal. Várja. Aha! Mi? Nyilakkal kisebb vagy? Ja, hogy be tudod lőni, figyeld! Oké, okay, beállítottuk. Zárd be a menüt. Jó, igen. Azt mivel kellett zárni, bazze? Mivel kellett zárni? Ja, így is fel tudom, jó. Hajtsd a kezdőpont. Hajtsd a kezdőponthoz. Van rajtunk valami eszköz? A kultivátor. Gyerekek, ezt meg kell nézni, kémről. Oké, okay, engedd le az eszközt. Aha, ez egy ilyen segédlet. És kapcsolt be a sebességtartó automatikát.
hogy csattog? Úgysem. Hát és, ja, és ugye van talajdeformáció minden. Művel meg az első sort. Megyek, megyek testvérem, próbálok, igen. Ugye, ez jó, ez egy ilyen segéd, be tudod állítani hozzá a gépet. Mutatja, hogy milyen munkaszélességed. Aztán ez egy jó dolog. Ez figyelni kell, mert szét lehet túrni rendesen a talajt. Jó, igen, itt meg kell állni. Oké, okay, emeld fel az eszközt. Gyerekek, újra váltsa második sorra. Oké. Okay. Ja, hogy? Ja, hogy? Ez nem csak annyi, hogy így csak így elénk rajzol egy ilyen vonalat, mint hogyha, basz, ez nagyon komoly, mint hogyha valami tolatóradar vagy hasonló lenne, hanem konkrétan mutatja, hogy a következő sor az hol fog kezdődni, tehát így tökéletesen tudod csinálni az egészet. Mi ez? Kapcsolod be a művelő automatikát. Álljál meg, várjál, a kéziféket be kell rántani. Legnagyobb előnye, hogy már nem feltétlenül kell kormányhoznod. Az automatikus követés a szerelvényt pályán tartja. Külső nézetben a sebességmérő kormánykerékikonyál. Azt is láthatod, hogy a funkció aktiválva van-e. Akkor ezt be tudod kapcsolni innen, olyan, mint egy ilyen automatika, de tök be tudsz állítani dolgokat rajt. Önvezető kormány. Oké, okay, megvan. Zárd be a menüt. Engedd le a izét. Ja, hogy ennek valami ilyen fokozatai. Igen, most már önmagától is a pályán marad. Akkor nyomok egy T-t, az a legegyszerűbb. Mivel már a második sort, tehát művelje ez. És ott jobb oldalt ugye írja, hogy éppen be van kapcsolva az automatika. Arra vagyok kíváncsi, hogy meg fog-e fordulni. Várjál, de hát ez nem tartja. Várjál, valamit nem csináltam. Nem, nagyon nem tartott a pályán. Amint elengeded a kormányt, újra átveszi az irányítást. Ezt nem nagyon tudom, nem nagyon tűnik úgy, hogy irányítja, de lehet, hogyha kimenne nagyon, akkor irányítaná, csak én már itt belenyúlkálok. Ja, hogy? Várja. Na, ez most hogy fog megfordulni? Várja, föl kell emelnem. Mi, ha megfordulni, nekem kell? Fordulj a harmadik sorra. Gyerekek, szép ez a játék, nagyon. Nagyon szépek a gépek, gyerekek. Gyönyörűek. És valahogy még jobban érzem azt, hogy ezeknek súlya van, meg nem tudom, a textúrák nem azok a csili-vilik, de mégis amennyire kell. Nem csillognak a gumik. Na. És akkor most megint rá kell nyomnom, de nem. Ja, várjál. A T-t azt meg kell nyomnom. Na és akkor nézzük ezt az önvezetőt, hogy ez működik-e. Eddig nem volt bekapcsolva, hülye voltam. Hoppasz meg, álljál meg. Jó, mindegy, nem raktam le azt a valamit. Oh. Oké, okay. értjük, bazd. Ez a játék, ez tényleg olyan, hogy egy 10 szinten fölötte van vezérlésbe a farming szimulátornak. Meg nem tudom, hogy ilyenkor beszélhetek-e. Na, azt akartam mondani, srácok, hogy az a durva, hogy elvileg... mi ezt permetezni fogunk, nagyon jó. Ott van a műtrágya, hogy mennyi van benne, 150 liter, 5%-ig van töltve, ott jobb oldalt látni. Ugye az durva, hogy mivel
itt van talajdeformáció, hogyha ilyen elsőbe kivész a területre, konkrétan tengelyig el tudsz süllyedni. És olyan, hogy ki kell jönni másik járművel, ki kell rángatni, ami szerintem böszme jó. És ugye sokan írtátok az, a Farming Simulator 25-ös fikám alá, hogy jaj, mert biztos akkor meg az lenne a bajod, hogy elakadsz a területen. De ez ilyen kikapcsolható, be tudod állítani tök részletesen, hogy mennyire legyen realisztikus a dolog. Na, ebben az oktatóanyagban megismerheted a Field által kínált speciális beállításokat, különböző beállításokat fogsz elvégezni, hogy megfeleljenek a használt eszközöknek, és két különböző példát fogsz feldolgozni. Oké. Okay. Válaszd le a... Ja, igen, nyissam ki, szerintem ő azt akarja, igen. Oké. Okay. Szerintem a szélességünk nem jól van megadva, azt biztos be kell állítanunk. Oké, okay, igen. Nyisd meg a menüt. P. Igen, nem jó a szélesség. Aha. És ott látod is, hogy mennyi. Csökkentsem a munkaszélességet. Igen. 28 méter a permetező munkaszélesség, és be tudod ütni, bazzve. 28. Ennyi. Aha, vissza tudod állítani, ha akarod. Magasságot is tudsz állítani, mert ugye már magasabb a kukorica. Oké. Okay. Kukorica elég magasra, növeld a maga a magasságát. Másfél méter magasra kell, ugye a kukorica már másfél méteres, jó. Vagyis az első sorhoz, akkor ezt bezárhatom addig, ugye? Böszbe brutál ez a játék. Ott van egy izé, lehet, hogy számtalunk is kell. Kitiportuk a kukoricát! Kapcsolod be a permetező B. Műtrálja az első sort. Be kell állítani a magasságot, gyerekek. Mekkora királyság. Várj, nyomok egy tét. Használjuk akkor a talul dolgokat. Ó, és milyen? Ilyen ez a tompa hang. Tipikus ez a fülke hang. Nem akarom ennyire felszopni ezt a játékot, gyerekek, de hát ez brutál, meg hogy hullámzik itt előttünk. Oké. Okay. Mit az első sort? Meg vagyunk? Vagy mi volt ez a pittyelés? Jó, jó vagyunk, csináljuk. Szóval nagyon jó. Várjál, elhúzom az izét. Várjál. Aha. És ki tudod nyitni be az? És behaladszik a hang. Ahogy kinyitottam. Ezek mind apróságok, de... Nagyon fontos dolgok. Ha át kell szállunk másikba, várjál. Kéziféket be kell húzni, bazd, mert elgurul! Nem ám úgy, mint a farmingba, figyeld! Várjál, figyeld! Kiengedem a kéziféket. Az előbb kiengedtem a kéziféket, ez gurul hátra. Ha mert van súlya, képzeld a járminek! Testvérem! Jó, kiszálltunk. Várjál. Egy kicsit, ne akarom állítani motort. Hol van a sluszkulcs? Nem tudom, mivel áll le. Egy picit, nem tudom, mozog. Na, hova kell beszállnom? Oda kell beszállnom. El fogok addig gyalogolni. Hát, élvezem itt a kilátást, látszok. Kukorica, kukorica cső. Jó, megyünk. Ja, izével, a körmenüvel ki tudtam volna kapcsolni, ugye? Na, egy Mercedesbe. MB Track 1400-ba. A futás az nem erősségen. Ja, alapba fut, én meg hülyes vagyok, hülyeséget csináltam. Figyeld, hogy fut a csávó, kis kopasz öcsém. Biztos meg lehet ezt is csinálni. Vagy nyissuk ki, okosba. Hopp, jó. Becsukjuk. Le lehet húzni az ablakot, tesó. Mit csináltál? Nyisd meg a menőt.
Jelenleg nem igazán követi a vező határát, ahelyett, hogy a járművet koordinálnál, egyszerű ellensúlyozni a kiemelt gombokkal. Mi ez? Ja, hogy igen? Hozzá kell állítani. Csökkentsd az eltolást. El is be a sávtolás mező. Határával egy vonalba. Szerintem ez így jó. Aha. És akkor butatod a közepét is meg tudod csinálni. Eltolását 50-re? Ja, mert ez így van. Aha. Az egyik oldalán minden sávon át kell váltani, balról jobbra is fordítani. Ez azt jelenti, hogy az eltolást is meg kell fordítani. Engedélyezheted az automatikus váltást, és az megfordítja az eltolást, amikor sávod vált. Hát itt rendesen kell szántani, nem csak úgy, hogy érted, végigfutok rajt. Ez nagyon beteg. Ezt be kell kapcsolni, és akkor automata váltás lesz. És akkor önvezetőt bekapcsoljuk, oké. Okay. Majd csak az első sorhoz. Ezt akkor ki is kell kapcsolnom, jó? Jövök, jövök. Oké, okay, engedd el a lekét. Várjál, szállj meg az első sort. Hát nyomok akkor egy T-t. Várj, ezt meg kell néznem. Ne! Rúg a gép, mint az állat, gyerekek! Nincs bekapcsolva a diffi. Vagy nincs bekapcsolva az összkerék. Nézd már! Várjátok, hol volt a diffi, azt meg akarom nézni. Volt egy olyan, hogy összkerék meghajtás. Várjál. Differenciál be. Négy kerék meghajtás be. Hoppá! Megindult a Vertobosze? Mi van itt? Fizika van egy játékba? Egy farmingos játékba? Összkerékhajtást meg kellett neki csatni? Hát milyen dolog van, gyerekek? Hülye vagy? Na itt értettek a farminghoz. Itt nem csak arról szólt az egész móka, hogy csináljunk farming szimulátoros játékot, itt értettek a mezőgazdasághoz. Itt látszik, hogy olyan embereket kérdeztek meg, akik foglalkoznak traktorokkal. Mindjárt meg vagyunk, gyerekek, nagyon jó. Ugye át tudod venni az irányítást ilyenkor is, az is tök jó. Tehát nem gépi munkás van, lehet, hogy az is lesz majd, hanem ilyenkor be tudok kormányozni, akarok. Meg tudok fékezni. Fordítsd meg az ekét, meg kell ugye fordítanom. Igen, és az eltolási oldal meg is változott. Hogy néz ki ez a gép, öcsém? Ti ezt látjátok, hogy ez mennyire jól néz ki? És bosze, figyelj, itt indulok el. És meghúzza neki a gépet. Milyen hangja van? Nem bírom elviselni ezt a játékot. Ez nagyon brutál jó. De várjál, nem jó helyen vagyok. Egy sorra odébb még. Ugye tudja ő, hogy hol vannak a sorok. Csúszott a kerék, gyerek. Nem mondod, hogy bele fogom rakni a brázdába. Nem mondod, hogy bele fogom rakni a brázdába. Nézd már meg a kereket! Nézd már meg azt a rohadt kereket! És akkor mondja valaki nekem, hogy... Jaj, hát a Farming Simulator 25-ben is oké, hogy a keréknyomok azok nem lesz normális tavarod deformáció, de hát ez olyan nehéz megcsinálni, meg minden. És nézd már meg. Turja a sarat be az a Verda, ne viccelj. Engedd le az ekét. Szállj meg a második sort, nyomunk egy T-t. Engedjük el ezt, nem lehet megvalósítani, meg jaj, mert az engine, meg a izé minden. Mert ha akarnák, akkor megcsinálhatnák, mert ez egy sokkal kisebb cég is. Képes volt a nulláról felépíteni egy ilyet, akkor adjuk már. Gyerekek, adjuk már. Nézd már meg, hogy néz ki az egész, és oda dobja bele a barázdába. Beledobja a barázdába, bazza, az első ekefej. Oda, ahol a kerék van, nézd meg. Hát ennek így kell működnie. Te Isten, hát hogy néz ki ez a játék, mennyire jó?
Hát szántari élmény vele, nem unalmas, mert nem csak az a lényeg, hogy végig húzignálod az ekét, hanem tényleg rendesen kell vele. Benn megy a kerék a borázdába, ahogy kell, bele van dőlve a gép, figyeld. És figyeld, kinyitom az ajtót, és bejön a hang. Bejön bal oldalról a hang, micsoda dolog, úristen. És itt is tudod választani, nem mondod a izét, ha... Ja nem, ez az ablaknyitás. Le tudod tekerni, és még több hang jön be. Mi ez? Nézd meg, ez gépnek néz ki. Van súlya. Érzed? Kopik az a, vagy ilyen izé is a gumi. Nem bírom, most gyerekek, én nem, tényleg nem egy fika videókat. Megszereztem a tanúsítványt, jogosítvány 2. Oké. Okay. Cup Controller, kezdés. Nem tudom elhívni, hogy van ilyen játék. De miért nem játszottunk mi ezzel eddig, hallod? Hát bazza, itt lehet farmingozni. Itt egy farmingozó. Á? És akkor hagyjanak már békén az olyan dumákkal, hogy jaj, mert tök jó néz ki a köd. Jaj, nagyon jó néz ki a köd az izében, a Farming Simulator 25-ben. Nagyon, olyan újítások vannak. Ó, micsoda újítások vannak. 10 éve ugyanúgy néz ki az a játék, gyerekek. Na. Megtanulhatjuk, hogy kell használni a Cup Control lehetőséget a traktor különböző funkciónak kezelésére. Mi ez a hang? Valami történik, van valami hang egyébként. Oké, állj az ajtója elé. Először is próbáld meg az ajtaja kinyitásával. Állj a traktorhoz. De nézd már meg, be van lapulva a gumi. Látszik, hogy levegő van benne, látszik, hogy van súly ennek a kotlának, érted? Meg már most látni, nézd meg itt a tükröződést rajta, itt a gumin. Látni, hogy egy kicsit ilyen megvan izélve, megvan így már, mint hogyha egy icipicit így meg lenne öregedve, látod ez a gumi? Vagy ilyen, amikor a víz így rá, lemosod az autót vagy a traktort, és a víz így rá ilyen foltokat hagy. Nem úgy néz ki? Hát nézd meg ott azt a részt rajt. Na várjál. Igen, és akkor nyissuk ki az ajtót, oké? Okay. Nézzük szét a traktorban lévő Cup Controller-on. A Cup Control funkció fülkében és kívülről is elérhető, az ajtók nyitása, zárása jó például erre. Zárd be ismét az ajtót. Oké. Okay. A fülkében még több olyan Cup Control elem található, amely különböző funkciókat vezérelhetsz, mint például a lámpák, a négykerék meghajtása, a gyújtás és még sok minden más. Most így is el a traktort az indító kulcssal. Hol a faszban van az indító kulcs? Kormányoszlop mélység, kormányoszlop döntés. Hol az indítók? Hol kell innen indítani egy ilyen traktort? Négy kerék meghajtás, beki, vízvillogók, indíts, bálítsd le a motort. Oh. Cup Controller-ral fel tudunk csatlakoztatni munkagépeket? Komolyan, és nem kell izélni? Lehet egy játékba izélni? Úgy játszani? Figyelj, hogy megmozdul a gép, megmozdul a fülke egy kicsit. Mármint így dölöngél. És ugye nincs lengés csillapítva, hanem a gumi. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy Cup Controller-ra tudunk csatlakoztatni. Oda tudok tolatni, ki tudok szállni és föl tudom csatlakoztatni a gépet? Tehát manual attachment mód van egy játékban? Nem. Na jó, oké, okay. Nem, tényleg nem akarok. Nem akarom azt, hogy úgy érezzétek, hogy ez... Nem fizetnek nekem ezért, de szerintem ti is látjátok. Nem hiszem el, hogyha nem látjátok, hogy mennyire kajak jó ez a játék, gyerekek. Na, ide kellene tolatni. Aha. A Q-val lehetne, de ugye ki kell... Op, bazze! Hogy megmozdult? Neki durrantottam így... Szinte éreztem. Na, szálljunk ki. Okay. Igen, ide állunk. Nem mondom. Aktiváld a kurzor vezérés, rögzíts az utánfutót a traktorhoz. Oké. Okay. Igen. Manuál attachment mód. Nem bírom ki, hogy mennyire jó. Oké, folytatjuk. Felhasználói felület. Jó, folytassunk, gyerekek. Hát érzem, hogy ez nekem nagyon bejött. Ez nagyon beütött. És írjatok véleményt, léci. Léci, írjátok meg, és remélem, hogy látjátok, hogy vannak olyan innovatív dolgok, amikkel előre haladhat egy játékipar.
Na, oké, nyisd meg a billentyűkölyosztás menüt. F2. Jó, pillanat, onnan itt van az üzlet. Jó, megint itt vagyunk, igen, jó. F2, jó? Igen, zárd be a billentyűkölyosztás menüt. Jó, oké, tudjuk. Egér használat előre-hátra, jó. Igen, a bal alsó sarokban találod a kis térképet, megjelenítés és aktuális tartózkodás pontjaidat, és az érdekes helyek helyzetét. Például a kereskedőket vagy a gazdaságokat, valamint a járművek elhelyezkedését, a tulajdonodban lévő földterületek zöld színnel vannak jelölve. Na, térképen. Igen. Tudsz navigációs pontot csinálni, az azt jelenti. Aha. Egy úti pontot be tudsz állítani magadnak, az arra jó, hogy azt mutatja. Ugye egérgövővel, ja, tudsz ezt zoomolni? Aha, jó. Aha, jó, és valami karakterkövetés. Ja, nem, jó, oké. Ha kiválasztod egy földet a térképen, megnyílik a vezővelő, ha megtekinteted a részletes adatait. Oh, kurva életbe! Jó, nyugi, itt van, hogy mi ez értéke, hány hektár. Várjál. Ja, 42-es, de mi ez? Ja, itt van az összes mező. Akkor a 42-es mező, itt van az értéke, hány hektár, növekedés, hát ez nem tudom, mi ez. Jó, oké, nem tudom, hogy ez mi. Nitrogén, mi van? Foszfát. Mennyi nitrogén, mennyi fosztat, mennyi kálium van éppen. Ugye, és akkor itt van a zöld határa belül kell lenni. Nedvességtartalom. Levegőhőmérséklet. Mit csináltál? Talajviszonyok. Előkészített. Lazítás. 0%. Mély lazítás. Mély lazítás. Felületi nedvesség. Jó. Bezárjuk. Oké, hol kell bezárnom? Ezt kell. Zárd be a térképet. Jó. Igen. Jó. Bal felső sarokban található idő, az időjárás és egy pénzügyi jelleg. Növel a játék sebességét. Növel 120-ra. Csökkentsd. Állítsd vissza egyre. Jó, ezt tudjuk. Oké, okay. Mi ez? Be tudod állítani, hogy hány napot akarsz ugrani? Hogy 10 nap és 3 óra? Alvás. Figyelj, és akkor így megy az idő. Ez tök jó. Hoppá! Esik az eső. Kattints az időjárás ikonra. Következő 7 nap időjárása. Órákra lebontva. Köszönöm szépen. Pénz. Zárd be a pénzügyi menüt. Várjál. Hogy tudom bezárni? Mi ez? Zárd be a pénzügyi menüt. F1-je. Most ez lehet... Aha. Jó. Mit kell csinálni? Járműben ülve, külső részletben a jobb alsó sarokban található a sebességmérőt. A sebesség és a fordulatszám mellett megjelenik az aktuális sebességfokozat és üzemanyag felhasználás. Várjál. Aha. Ha mutatja a tartályoknak a véget ért a... Jó. Bazze. Halljátok, az a, már azzal a móddal, hogy ki tudsz jelölni a térképen egy darab területet, és oda kimegy a géped. És összecsukja a dolgaikat, kimegy oda, kikerüli a fákat, forgalmat, mindent, normálisan halad. Hát az már nagyon brutál, gyerekek. Azt a kurva életbe, gyerekek, ez nagyon durva. Nyisd meg a játékmenüt, ebben az oktatóanyag megismerhető. A játékmenü és annak funkciója, a menük nem csak áttekintést nyújtanak a járművekről, állatokról, alkalmazottakról, tartályszintről és a piaci árokról, hanem vásárlási és eladási helyek is. Nyisd meg a játékmenüt F1-jel. Jó, megnyitottad a játékmenüt, az áttekintés nyilván kereskedően elérhető gépekről. Itt kezelhet saját flottádat is. Ebben a kereskedői nézetben járműveket és eszközöket vásárolhatsz, bérelhetsz egy időre. Aha.
Ja, itt vannak az összes kategória, mit kell kiválasztani? Traktorok. Milyen traktorok vannak? Amúgy is érdekelt volna. Aha. Rendezés név szerint. Motor teljesítmény szerint. Hú, ez tök... Hallod? Mi a fal? Ilyen is mennyire jó? Hogy mit tudom, be tudod állítani, melyik legyen a legerősebb. Aha. Oké. Okay. Van itt izé Merci, Dac, vagy Doc. Igen, most ki kell választanom ezt. És akkor itt le van írva neki a motor teljesítménye, fordulatszám, teljessebesség, üzemanyagtartály, fordulási sugár, homlokrakodó konzol, hátsó rögzítő, milyenek vannak. És előső rögzítő, hogy milyen van. Aha, nagyon jó. Vásárlás. Oké, okay. Itt a flottám. Aha, itt van, hogy milyen járművek vannak. Válasszam ki. Igen. És itt tudom eladni, ugye. A karbantartás, hallod, kell karbantartani a járművet, állapot. A karbantartás külön van, és az állapot, és ez tök jó, mert elvileg így van a dolog, ugye. Attól még, hogy mondjuk tök jó állapotban van, a karbantartás az egy egész más dolog. Kellenek, ugye, mondjuk az állapotban lehet az, hogy mennyire van lerakva a karbantartásban, meg olajcserék, meg mindenféle más dolog, nem? Rohadt jó. Lehet tisztítást is nyomni. Eladás. Lépj a jószág menübe. Fú, bazza. Mi ez? Állomány. Ez mi állományunk? Aha, van egy Albert, meg Falkó, Hervig. Jobb oldali, rengeteg információt mutat az állatról. Figyeljetek, 336 kilós állat, egészsége 80%, 5 hónapos. És az egyes istállóban van, és milyen ivari. Hülye vagy, nagyon brutális. Na, menjünk tovább. Ez mi? Munkavállalók. Edgard Gorgi. És föl tudod venni. Nem csak nyomsz egy H betűt, azt megy. Figyelj, munkabére. Mennyi a... Figyelj, milyen szintű. Munkavégzés sebességét befolyásolja. Minél alacsonyabb a szint, annál lassabban vezet az alkalmazott. Munkaviszony hossza. Nagyon brutál. És akkor fölvettük, és alkalmazottak, figyeld. És mi az? Elbocsátás. Nagyon brutál. Föl tudsz venni embereket, nevük van. Menjetek a frazba. Na, pénzügyi dolgok. Válts a bankra. Új hitel. Itt találtuk kívánt hitel nagyság és visszafizetés futamideje. Be tudod állítani, hogy milyen futamidővel, hogy vonják, érted? Mész a hány hónapos futamidő? Oké, okay. Tárolók és kereskedők. Jó, várjunk, menjünk tovább. Katincs a naptárba. Ez mi ez? Tervező? Tervezés. Naptárak. A naptár megmutatja a következő napok időjárását és alkalmazottak tervezett munkaóráit. Mi csináltál? Hallod? Alkalmazottak tervezett munkaóráit. Be tudod... Ja. Ez olyan szinten van ez a játék, mint hogy ez lenne egy PC játék farmingból, és a farming szimulátor az meg egy ilyen mobilos applikáció. Az a kettő különbsége. Mi ez? Válasz ki a harmadik mezőt, itt megvásárolod a földekről. Jó, akkor most földet veszünk, ugye? Jó, vettünk. Migen földeket birtoklunk. Oké, okay. Karakter menü. Itt vagyunk ugye, eredmények, statisztika, mennyi távolságot, vannak ilyen ideig, hogy mit csináltunk, eredmények. Igen, és vannak ilyen achievementek. Zárd be a menüt. F1-jel, ugye? Nagyon jó. Rohadt jó. Na, megvan, tanúsítvány, megszerezted az alapokat. Következő tárcsás borona bemutató jön, gyerekek. Hát ezt még letoljuk szerintem mindenképpen. Hú. Nem tudom, még mindig nem tudom, hogy halljátok-e, amit mondok. Ez brutál ez a játék. Ez brutál. Nemrég töltöttem fel az első részt, most közben, amíg töltődik. Lehet, hogy ránézek, hogy mi a véleményetek. Na,
Nem nézek rá, mert már itt vagyunk. Ülj be a klassz. Arjon 5-20-30-ba. Ez mi? Meg ez is egy ilyen kicsit... ad egy ilyen kis feelinget az egésznek, hogy igen, hogy ezek valódi járművek, ezt nem tudom piszkálni. Én az a baj, hogy én, gyerekek, ennek a játéknak ennek kellett volna tovább élni, ez letolta volna a farming szimulátort, a pics. Várjatok! Tudom a cicát hívni, he! Miau! Menj innen! Tudod zavarni, nagyon komoly. Na, bocsánat, csak én nagyon el vagyok. Igen, kinyitás. Nagyon jó. Oké, beszálltunk, csatlakoztasd a... azt. Várj, izébe kellett volna indulnunk. Míg vannak itt vészvillogók, négy kerék meghajtás kibe. Jó, menjünk. Várj, beteszem. Légkondi, megy a légkondi, ne vicceljé, testó. Nem tehet így kiabálni kutyának? Várj, kinyitom az ajtót. Hogyha ezt így működik, akkor megőrülök. Nem lehet, így nem lehet. Valahogy annyira beleélem magam ebbe, az egész más feelingje van. Várjál, ki fogok szárni, ezt úgy fogom csatlakoztatni, nem Q-val. Várjál. Jó. Nyomunk egy kéziféket. Oda se félre, köcsém. Hoppá, valami mást izéltem nyomta, mi ez? Jó. Ott volt valami olyan, hogy itt tudtad emelni, meg süllyeszteni kívülről a dolgokat. Ja, de most szerette volna, hogy Q-val, bocs. A kultiválási szántás általában a terepi munka első szakasza talaj. Első előkkel készíteni vetéshez, átforgatással és lazítással. Oké, értem én. Akkor menjünk. Az valami orsúly nem kellene? Hát olyan szinten emeli a gép elejét, ez figyeld. Ja, van rajtunk orsúly, jó. Na. Nyomok egy tét. És akkor ugye ezzel, ez tök jó, mert nyomsz egy tét, és akkor ezzel a lassú fokozattal így tök jó el vagy. Mi van, kutya? Mi újság van, kutya? Duráltam és elfut. Nem bírom ki. Nagyon adja. Gyerekek, az összes funkciót, amit eddig tanultunk, meg kell hasznosítani kell. Megyünk az úton. Valahogy egész más, hogy élem bele magam. Komolyan, egész más, hogy élem bele magam ebbe. Valahogy jobban itt átérzem azt a szituációt. Várj, beteszem az ajtót, mert nagyon bejön a hang. És van ez a fülke hang, ez a tipikus. Itt érzem a légkondinak a... rádió, rádiót le, be lehet rakni rádiót, be tudod állítani, hogy csak a jármű és környezetébe halljad. Figyeld, fölnyitottam, mindjárt jön be a jó kis motorhang, meg majd mindjárt a tárcsa, hogy a földet csapja. Itt lemegyünk, élvezem a fizikát komolyan, ahogy így, figyeld, hogy itt le fogunk menni erre a földre. Hoppá! Hogy mocorog a gép, nem? Ez a gyerekek, ráfüggök erre, öcsém? Hát még a tutoriálban is több móka van már, mint az FS-be. Fú, gyerekek, mennyire királyság van. Na, ide kell jönnünk. Tutoriál után nem lesz ám ilyen segítség, úgyhogy meg kell tanulni. Oda nézzé! Kicsit elsüllyedtünk, nem? Kicsit besüllyedtünk. Ki kell hajtani, ugye? Egyébként szerintem van olyan kapcsoló is, de jó, mondjuk X-el kihajtjunk. Oké. Engedd le a munkagépet, jó. Tárcsák borulnak ívelt lemezek, lazítják fel a talajt, a felső réteget. A lemezek feldarabolják a földet és úgy forgatják, mint egy eke. Csak kisebb mélységben. Ez egyszerre keveri és lazítja a talajt és megfelelő magát kialakítása érdekében. Ezen kívül a növényi maradványokat is felaprítják és visszadolgozzák a földre. Tessék, testvérem. Viszont én már itt ki vagyok ám tanulva, hogy én itt... figyeljetek, annyit akartam, hogy megcsináljuk kézzel? Egyik csináljuk meg kézzel. Most úgy akarja. Végezzünk az első soron. Tehát akkor nyomunk egy...
Várjál. Összkerék nem kell, akkor nem erőltetjük. Hoppa, nem jó megyek. Jó, csinálom, csinálom. Várjál, nyitva van ez a szar, olyan hangja van. Beteszem az ajt. Úgy, így jobb, nem? Kellemesebb. Így már csak egy kis rádió kellene. Egyébként ezt a izét is lehet használni, ezeket a dolgokat. Figyeld, oda nézzé! Hátsó munkalámpák, külön kapcsolsz mindent. Belülről. Ebben nagyon bele tudod élni magad, testvérem. Jó, nem a legjobban csinálom, de majd belejövünk. Ó, basz. Oké. Emeld fel a gépet. Kanyarodj rá a második sorra. Ezt kívülső rétegbe meg akarom nézni. Átmegyünk a másik földre, ott is van talajdeformáció? Van ám. Rúg a gép, mint az őrült, gyerekek, várjál! Rúg a gép, mint az őrült, csináljuk egy olyat. Kéne neki egy... Nézzé, hol van a... Tettem neki egy összkereket. Passze, hogy rúg a gép, gyerekek? Eső után hallani, de nem tudsz kijönni dolgozni. Ez nagyon durva. Első után felejtsd el. Kíváncsi lennék egyébként arra. Biztos lesz a tutoriálban. Mert ugye elvileg tényleg úgy el tudsz szakadni, hogy tengelyig elásod magad, és akkor szó szerint úgy kell, hogy kirángatod már olyan másik géppel. Figyeljetek, oké, hogy nehezebb lehet így a játék, de szerintem ezek a dolgok megérik, hogy nehezebb. Az, hogy úgy tudsz játszani, hogy tökéletű az egész, nem? Oké, bezárjuk. Hogy kell? Hogy kell a kihagyot nyomni? Nem akarom befejezni ezt. Hogy van itt a kihagy? Végezd el a munka... Nem, kihagy. Tudjuk, hogy kell. Jó, következő. Várva forgató eke. Kezdés. Jó, gyerekek! Lehet, hogy elbúcsúzom. Rohadt hosszú lett ez a videó. Ó, bazzem. Ja, nem tudom, hogy halljátok-e ilyenkor, amit mondok, mert loading screen... Na, válva forgató eke. Legszívesebben tórám ezt napestig, ezt a játékot. Oda nézd, milyen jól néz ki ez a rohadt traktor. Ó, Istenem, bazza, várjál, hogy tudok nem tudok legugolni? Ó, bazza. Beton. Beton súly, ott van a... Ja, ekével kell dolgoznunk, azt mondjuk már volt, mutatta. De nem baj, végigcsináljuk, figyelj, kinyílik ez a... Ide be tudod a gépeidet rakni. Ez is kinyílik, jó. Na srácok, várjál, hol a kutya? Figyelj, ott egy kakas! Egy kakas, bazza! Ez statikus? Hello! Nézelődik, nem statikus. Jó, gyerekek, gyere ide! Gyere ide, víz újság van. Szia! Mész innen haza? Mész haza? Fúj a szél. Kukorékolt a kakas. Nagyon rá vagyok függve, nagyon imádom. Még az a...
Aha, oké, szállj be. Jó, ugye, igen, elbúcsúzom srácok, mert rettenetesen hosszú ideig tart már ez a gameplay. De várlak veleteket a következőbe, szerintem böszme jó. Tényleg egy olyan feelingem van, mint hogyha itt van a izé, itt a mosó, figyeld. Szerintem itt lehet mosni géped valahogy. Ne ugassa el! Tényleg olyan feelingem van, mint hogyha ez egy ilyen teljes játék lenne. A farming az meg körülbelül egy ilyen mobil applikáció ehhez képest, mint a farming szimulátor. Hát ez jó, nagyon jó. Itt nem lehet biztosítani a gépen kívül a dolgokat? Ez mi? Jaj, bassz, levettem a súlyt, öcsém. Várjál. Jó. Ez a manual attachment módus, az is egy rohadt jó dolog. Várjál. Ja, tudod állítani, hogy hol legyen a izé, a vontatási pont. Ez a fajta vontatási pont. Hát ezeket, mennyi munkát belefetszöltek gyerekek ebbe az egészbe. Nem? Na, elbúcsúzom, várlak benneteket a következő részbe. Szerintem folytatjuk tovább, mert azért ez epic játék kategóriába tartozó dolog. Köszi a figyelmet. Gyerek, ne nyűszítsé, hol van ez a kutya? Itt nyűszít, bassza. Na, sziasztok!